Júniusban elindult a 2016. évi átfogó mezőgazdasági, gazdaságszerkezeti összeírás. A megyében 62 ezer egyéni gazdálkodót keres meg a KSH a hónap végéig. Gazdaságnak számít egy fóliasátor, de ahol egy nagyobb haszonállatot tartanak, ott is kötelező lesz kitölteniük a gazdáknak a kérdőívet. Szabolcs megye összgazdasági teljesítményének 10%-át a mezőgazdaság adja, 33 ezer család él mezőgazdaságból, állattartásból. Több mint 7000 főt foglalkoztat ez az ágazat. 128 településen 224 összeíró fogja felkeresni a gazdákat az ország minden részén, ugyanis június 1-től indul az Agrárium 2016-os évének gazdaságszerkezeti összeírása. A Központi Statisztikai Hivatal adatgyűjtése 3 évente pontos és hiteles képet ad a mezőgazdaságról, az agrárium állapotáról, változásairól. A mezőgazdasági összeírás az őstermelőket, egyéni vállalkozókat, állattartókat is érinti. Országosan 1442 településen 600 ezer gazdálkodást keres meg 3000 összeíró. A 2016-os kérdőíveket kitölthetik a gazdák online is, a kiemelt gazdasági tevékenységet végzőknek kötelező a felületet használni, de idén már az összeírók is laptopokon, tableteken rögzítik az adatokat. Gazdaságnak minősül a konyhakert, a szőlő, az erdő, a gyep, egy nagyobb élőállat, vagy egy 50 baromfit tartó telep is kötelezett a válaszadásra a kormányrendelet alapján. Itt a stúdióban köszöntöm Malakuci Néppóka Máriát, a KSH Debreceni főosztályának főosztályvezetőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az iménti percekben arról beszéltünk, hogy a szatmári térségben micsoda kár érte a mezőgazdasági vállalkozásokat, a gazdálkodókat, és pont most van ez a mezőgazdasági összeírás is. Természetesen a hónap elején indult el, úgyhogy a június elsőjei állapotokat fogja tükrözni. Mit mondanak a kérdező biztosok? Vannak-e most kint, vagy akartak-e kimenni épp a helyszínekre? Természetesen napokban? Nagyon sajnáljuk mi is az ottani eseményeket. Mi a június elsőjei eszmei időpontra kérdezünk rá, tehát nem a mostani állapotot, hanem egy eszmei időpontra vonatkozóan, vagy pedig a megelőző időszakra teszünk fel kérdéseket. Nyilván igyekszünk úgy kezelni ezt a kérdést, hogy minél kevésbé legyünk majd a lakosság terhére. Tehát ebben az időszakban akár ezeken a településeken nem fordulnak meg a kérdezőbiztosok, ahová még szerettek volna menni, vagy majd egy későbbi időpontban, hogyan ütemezhetik, hogyan igen, módosíthatják. Igen, ez a későbbi időpont, ez egy lehetséges megoldás, hiszen július 15-ig tart a felvétel. Megkeresés még nem érkezett az irányunkban, hogy esetleg a felvétel időpontját azt kitoljuk, de erre van természetesen megoldás. Illetve az is elképzelhető, nincs ilyen információm a monitoring rendszerből, hogy milyen készültségű konkrét településen, tehát ezen a rozsályi településen az összeírás. Lehet, hogy már nagyjából megtörtént ez a felvétel. Igen, hiszen már ennek a lekérdezésnek körülbelül a kétharmadán túl is vannak. Még egy kérdés nagyon fontos, vonatkoznak-e bizonyos kérdések vagy egyes kérdések arra, hogy a mezőgazdasági vállalkozók milyen fejlesztésekkel, infrastruktúrális háttérrel rendelkeznek, netán jégvédelemmel vagy ahhoz szükséges eszközökkel rendelkeznek-e? Széleskörű információkat gyűjtünk, tehát ilyenkor az eszköz, az épület ellátottságot is felmérjük, azonban a biztosítás az nem tartozik a kérdéskörök közé, az egy más terület profilja. Tulajdonképpen adatokkal, részadatokkal mindaddig nem tudnak szolgálni, és nem is lehetséges, amíg le nem zárul ez az időszak, de azt el tudják mondani, hogy hány településen milyen mennyiségű kérdező biztos jelenik meg ebben a kutatásban, ebben a felmérésben, és hogy hogyan működik a rendszer, mert arról már tapasztalatuk is van. Igen, tehát gyakorlatilag a fél idő környékén, illetve azon túl tart valóban ez az összeírás. Ennek megfelelő a készültségi foka, hiszen a kérdezőbiztosaink már a háztartások legalább felét felkeresték országosan, ez egy hét elejé monitoring. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ez hétfőn egy 60%-os arány volt. Ez nagyon fontos, hogy itt ilyen magas készültségű legyen a felvétel, tudnék nagyon nagy a volumene, tehát még az előttünk álló feladat is nagyon tetemes.
Vannak természetesen nehézségeik az összeíróknak, hiszen az összeírás az nem egy könnyű műfaj, de nagyon szépen teljesítenek az összeíróink, ez látszik a megvalósulási arányból is. 223 összeíró végzi a munkáját a megye 237 körzetében. Ugye minden negyedik háztartást, 54 ezer háztartást kell felkeresniük, ebből már 30 ezeret megtörtént a kapcsolat felvétel, és minden reményünk megvan, hogy határidőre befejeződik ez a felvétel. Ezért tettek is az elmúlt időszakban, hiszen egy komoly technikai hátteret építettek ki, fejlesztettek ki azért, hogy gördülékeny legyen majd az adatfelvétel és az adatfeldolgozás. Igen, ez a laptopos felvétel ez számunkra is egy új, hiszen itt egy kifejezetten nagy adatfelvételről van szó. Régóta folynak a KSH-ben ilyen fejlesztések, tehát a lakossági adatgyűjtéseink azok már több éve gyakorlatilag laptopon történnek. Itt viszont a kihívást az jelenti, hogy nagyon sok összeíróra van szükség. Várakozáson felüli ez az összeírás ilyen szempontból, nem nehézségektől mentes természetesen. Nekem kifejezetten jó volt látni, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sokan vállalták saját géppel az összeírást, a legmagasabb volt azok aránya, akik itt vállalták ebben a térségben, és nagyon szépen elsajátították a gép használatát. Már az összeírás előtt felhívták a gazdálkodók figyelmét arra, hogy működjenek együtt, és hogy kötelező a válaszadás, gördülékenyen megy ez a része? Alapvetően vegyes a kép. Természetesen legtöbb állampolgár megérti, hogy van egy állampolgári kötelezettsége gyakorlatilag. Vannak, akik morózusabbak egy kicsit, tehát kevésbé szívesen látják az összeírót. Ugye nekik volt kitalálva ez a május közepétől május végéig tartó időszak. Nyilván nem lehetett mindenkit bekapcsolni a webes adatszolgáltatásba, amikor az otthonában tud adatot adni a részünkre, hiszen csak azok számára volt ez lehetséges, akik bizonyos nyilvántartásokban már szerepelnek, tehát támogatást vettek igénybe, vagy ős termelők, vagy biogazdálkodás folytatnak és nyilvántartásba vannak véve. Végsőkig elmegyünk, nagyon kevés olyan esettel találkozunk, ami aggodalomra ad okot, oda felszólító leveleket küldünk ki, többször visszamegyünk, de hát azt is tudni kell, hogy van eszköz a kezünkben, tehát van a hivatalnak szankcionálási lehetősége, amivel alkalomattán élhetünk. De ez nem jellemző egyébként. A 2016-os összeírás adatai, illetve a kiadvány, ami majd ugye ősszel megjelenik, mi mindenre lesz jó? Hol lehet majd hasznosítani? Uniós kötelezettség miatt már szeptember közepén elő kell jönnünk az adatokkal. Ezek még csak az állatállomány nagyságára, a földterületre, azok hasznosításának a főbb vonalairól adnak tájékoztatást. Aztán novemberben lesz egy részletesebb kiadvány, de ezek még mind-mind előzetes adatok. Ezek jóval korábban lesznek meg, mint az előző felvételeknél, éppen a gépesítésből adódóan. Igazán, amit mi nagyon várunk, az a 2017 második negyedéve, ugye akkor jönnek ki majd a területi adatok, akkor már a részletes adatok publikálása is megindul. Főosztályvezető asszony, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, jó munkát még az összeírás hátralévő részéhez természetesen. Köszönjük a meghívást!